Köszöntöm Önöket, a Paletta magazin január 21-i adását látják kedden este 3:48-kor a Fehérvár televízióban. Premierre készül a Vörös Marti Színház zenés irodalmi est vers fiataloktól, valamint iparművészek tárlata a Pelikán galériában. Ezekkel a témákkal foglalkozik ma esti kulturális magazin műsorunk, ne menjenek sehova, már is kezdünk. Szabó Magda Az a szép fényes nap című drámáját mutatja be a Vörös Marti Színház, szombaton lesz a premier, Gáspár Sándor színművész Géza fejedelem szerepében látható, a színművésszel Vakler Lajos beszélget. Szép estét kívánok! Január 25-én egy olyan színházi előadásnak lehetünk tanúi, amit már nagyon régóta várunk, hiszen Szabó Magda Az a szép fényes nap című drámájából született Vörös Marti Színház előadás. Én azt gondolom, hogy az év, bár még korai ilyet mondani, talán az év egyik csúcseseménye mindenképpen, hiszen egy fantasztikus darab. Vendégem pedig Gáspár Sándor, aki Géza fejedelem bőrébe bújik ezen a napon. Gáspár Sándor, Kossuth Díjas, Jászai Mari Díjas és érdemes művész. Tisztettel köszöntelek. 1975-öt írtunk, mikor az Órák és Farkasok drámakötetben ez megjelent. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat, és ennél van egy még egy fontos adalék hozzá, hogy 76 még a következő évben, február 14-én pontosan legenda született, hiszen a Nemzeti Színházban Marton Endre rendezésében mutatták be ezt a darabot Sinkovics Imrével, Kállai Ferenccel és Kálmán Györggyel. Most pedig eljött végre már hozzánk. Ráadásul ugye a régi módi történet után, illetve a Szabad Színháznak volt egy Béla Király előadása ezen a nyáron, ismét egy Szabó Magda. Azt hiszem, hogy erre büszkék lehetünk. Annál is inkább, mert hogy egy olyan történelmi pillanatot idéz meg 994 Vajk megkeresztelésének előestén, ami minden színész álma, itt a felsorolásból kiderült, hogy ki mindenki játszotta akkor óriási sikerrel. Melyik volt az az első pillanat, amikor Géza fejedelemként azt mondtad, hogy igen, ez nekünk kell mindenképpen? Hát a Géza fejedelemként még azért nem olyan bátran fogalmazok, mert még annak a vajudásnak a kellős közepén vagyunk, amikor még az a magabiztosság nincs meg az emberben, hogy Géza fejedelemként nyilvánuljon meg, de arra törekszünk természetesen. A felvezetődben mondtad, hogy 1975-ben írta Szabó Magda, és akkor belegondoltam, hogy akkor voltam első éves főiskolai hallgató, és valóban emlékeimben benne is van, hogy a Nemzeti Színházban láttam is az előadást. Nagyon-nagyon foszlányképek maradtak csak meg belőle, viszont az igen, hogy nagyon nagy színészi alakítások vannak benne. Ezt, hogy így a felvezetőben így elmondtad, így kicsit belegondoltam, és egy percig sem próbálom magamat sem Imre bácsihoz, sem Feri bácsihoz mérni, már a Sinkovicshoz vagy a Kállaihoz, de eszembe se jut. Annyi dolga van az embernek, a színésznek ilyenkor, ezzel a gyönyörű, szép, szinte lehetetlen nagyságú anyaggal foglalkozni, hogy nem marad időm azon, hogy is mondjam, vívódni, hogy milyen lehet vajon az összevetés az akkoriakkal. Ez azért nagyszerű írás a Szabó Magdának, mert ahogy akkor igenis jelentősen tudott hatni, ugyanúgy szerintem napjainkban is nagyon, nagyon hiteles mindaz, amit ő leírt, és olyan érdekes az, hogy az a történelmi spirál, ami ugye mindig is önmagát megismétli más-más korban, vagy az a államvezetői technika itt Közép-Európában
tulajdonképpen szinte folyamatosan ismétli önmagát. Tehát ebbe belegondolni nekünk akár most 2020-ban, hogy milyen itt lenni, hogy látjuk a nyugatot, hogy látjuk a keletet, a politikusaink, közéletiségünk hogyan foglalkozik ezzel. Ezek olyan kérdések, amit a Szabó Magda, azt hiszem, örökérvényű gondolata még 30 év múlva is ugyanígy tud érvényesíteni. Miként lehet ezt mára vetíteni, hitelessé tenni? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy a Szabó Magda nyelvezete egyáltalán nem archaikus. Olyan, amit a mai fiatalok, vagy általában a színházlátogatók is megértenek. Mit lehet ehhez pluszban hozzátenni, hogy hiteles maradjon ez a történet ezer esztendő múltán? Hát pontosan az hitelesíti, hogy a Szabó Magda nem egy betipizálható helyzetbe szorította a művet, hanem sokkal inkább egy tágabb értelemben vett uralkodói technikát, gondolatmechanizmust vett föl, és a kérdésedre válaszol, hogy mit jelenthet ez a mában, hát elég csak bekapcsolnunk a televíziót, vagy az internetre fölmenni. Folyamatosan látjuk azt, hogy hogy vagyunk most a világban, mi van Brüsszelben, mi van az Unióban, hogy állunk a keleti végeken. Tehát ez a kérdés innen Közép-Európából napjainkban is hihetetlenül szállítja a kérdéseket, keresi a válaszokat. Ugyanígy a Szabó Magda 1975-ben írt darabja ezekre keresi a válaszokat, kérdéseket tesz föl, kínál megoldásokat, de nagyon nem kell nekünk aktualizálni, mert a fölvetése rendkívül korszerű. Mire kell ügyelni leginkább? Arra kell ügyelni, hogy kellő biztonsággal, felkészültséggel tudjuk képviselni az ő gondolatiságát. Ez azért is ennyire kiemelt most a részemről, mert színész technikailag is eléggé bonyolult. Tehát nem egy úgynevezett lineáris történelmi drámát játszunk, és nem úgy állok én középen, mint egy nagy történelmi hős, hanem egy olyan modern, mai gondolkodó, vezető értelmiségi, aki ebben a kivételes helyzetben a döntéseit sokszor abszurd módon kell, hogy megtegye, mert az események olyan sürgetőek, hogy nincs idő igazából tovább gondolni valamit. Az első vagy az egész színdarabban, ha jól összeszámoltam, 4 gyilkosság van. És szinte mind a 4 abszurd szituációban történik. A helyzet abszurditása, már komikussága, ez adja azt hiszem ennek a drámának a lüktetését, hogy hihetetlenül nevetésre ingerlőek az abszurditásai, ugyanakkor nagyon szívszorító tud lenni a következő pillanatban az az apa-fiú kapcsolat, ami Vajk és Géza között van, vagy amilyen kapcsolat van Gézának a szabad magyarjaival, és ahogy ő leszámol vele, hogyan hat az rá vissza, mennyire felkészületlenül éri ez a felismerés, hogy neki a jó ügy érdekében igenis meg kell a testvéreitől válni. Tehát ezeknek a ritmikussága, az abszurditás és a mély valóság között ez adja az igazi feszültséget ennek a színdarabnak. És kérdezted, hogy mi a legnehezebb nekünk? Hát ezt képviselni megfelelő hőfokon, aggyal és érzelmileg. Ez kihívás rendezőnek, színművésznek egyaránt. Milyen volt ennek tükrében a próba folyamat, hiszen nagy várakozás előzi meg mindenképpen. Hát nézd, Bagó Bercivel már elég sok darabban dolgoztunk együtt, tehát elég jól ismerjük egymást. Ami külön érdekesség, hogy a közvetlen partnerem, Kovács Tomi, egy fiatal srác, nemrég diplomázott, és hogy úgy mondjam, egyből itt van most a mély vízben, de hát mivel nagyon tehetséges és ambíciózus fiatalember, én szerintem meg fogja lepni a fehérvári közönséget.
aztán itt van a Kuna Károly, Derzsi János, régi kollégáim, cimboráim, még együtt jártunk főiskolára, ővelük is. Egy másfajta izgalom, de izgalom együtt dolgozni, látni azt, hogy ez a két nagyon tapasztalt, nagyszerű színész, ugyanúgy, mint én, hogyan küzd ennek a furcsa színdarabnak a stílusával. Érdeklődésre várjuk, különösen Kovács Tamást, hiszen Ádám és Rómeó után Vajk, illetve István szerepében azt hiszem, hogy ez jobbat nem is kívánhat egy ifjú színész. Így van. Nos, hát pihenj csak egyedül, imádkozz, jó éjszakát István, ugye ez az utolsó mondat. Igen. Én pedig azt gondolom, hogy várjuk már nagyon, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Csóri Sándorra emlékeztek a Szent István Művelődési és Hitoktatási Intézményben. A költő emlékét Császár Angéla színművésznő idézte meg, valamint a Comenius vegyes karjárult hozzá a produkcióhoz. Csóri Sándor Harangok zúgnak bennem című kötetének volt a hívó gondolata a költő nevét viselő társaság estjének a Szent István Művelődési Házban. A Bakonyi István által fémjelzett irodalombarát közösség missziója, hogy megidézze a Csóri életmű legfontosabb fejezeteit. Itt nem csak az életmű irodalmi, lírai, meg egyéb vonatkozásaival foglalkozunk, hanem arra is tekintettel vagyunk, hogy Csórit nagyon érdekelte a népművészet, a népzene, a táncház mozgalom. Igaz, hogy ma este nem népzene fog elhangozni Császár Angéla műsora közben, hanem a Comenius vegyes kar más honnan származó kórusművei, Kodály elsősorban, aki viszont olyan verseket zenésített meg, amely versek szellemiekben én azt hiszem, hogy közel állnak a Csóri életműhöz. Arról nem is beszélve, hogy közeleg a 90. születésnap, és ezt nyilvánvalóan méltóképpen szeretnénk megünnepelni Székesfehérváron, és majd a Zámojon is, hiszen március 27-én egy nagyszabású irodalmi emlékkonferenciát rendezünk, nem csak Csóri István, hanem Csanád Imre emlékére is, hiszen mindkét zámoi születésű költőnek idén kerek évfordulója van. Azt hiszem, hogy ez azért is fontos, mert ezek az életművek ugyan élnek, bár Csanádé sajnos kevésbé van a középpontban, és azt hiszem, hogy méltánytalanul keveset beszélnek róla. Csóri Sándorról több szó esik, hiszen az ő tevékenysége az irodalmon kívüli körülben is igen fontos volt, de én azt hiszem, hogy vannak olyan pontok, amiket érdemes még megvizsgálni az embernek. Házakat emelt körém a képzelődés, és a házakban nem lakik senki. Fákat ültet körém a sötétség, s a fáknak nem támaszkodik senki. Gyerekkoromból egy fekete kutya szaglázgat erre, habos a szája széle, fölnéz az égre, s üres az ég, akár egy kinyalt kutya tányér. Nevetnem kell ezen a buta magányon, mint egy kitalált állat. Nem ezért születtem én a világra. Nevetnem kell hát magamon. A képzelt fák közé tévedjen be a nap éles fejszékkel és sikoltó körfűrésszel. Szükségem van az ifjúságra, mint útlevélre az utazónak. Szükségem van a kezetekre, hogy minden magányt leromboljak. A szátokra, hogy a megromlott igazságokat porba köpjem. Elvész a föld, ha nem élhetek boldogítóan és vakmerően. A harangok zúgnak bennem kötet az idő múlásával való legbelső szembeszegülésnek, a mulandóságban megőrződő örökké való pillanatok megtalálásának képességében rejlik. A szépen kimondott és azzal föloldott kínok és a megőrzött tartás gondolatai, amelyek segítettek ezen az estén elmélyülni a Császár Angéla tolmácsolta csodában. Csóri Sándor hozzám nagyon közel áll, mert főiskolás koromban, a 60-as évek közepétől, végétől én is nagyon odafigyeltem, hogy mit írnak az akkori fiatal költők és írók, és ő is elsőként szinte köztük volt.
És aztán követtem végig az életútját természetesen, és ahol lehetett, ott csatlakoztam hozzá. És most, hogy már nincs, most én is úgy érzem, hogy ez nagyon fontos dolog, mert olyan csodálatos ez a költészet, és ez a próza irodalom, amit ránk hagyott, hogy olvasgatva a kötetet csak rácsodálkozom, hogy milyen gyönyörű magyar nyelven, milyen érthetően és milyen szívhez szólóan tud hozzánk szólni. Úgyhogy, hogy válogattam, régiek emlékeimből is, meg a kötetből is természetesen. És a Tenger és Diólevél eszéjéből is válogattam egy részt, mert ahogy ő a népköltészetet magáévá tette, ahogy a verseiben és a prózájában megszólal és ír róla, az példaértékű, és mindenkinek nagyon fontos lenne tudni, hogy milyen kincsünk van, amit ő felfedezett nekünk. Lovrek Károly és a Comenius vegyeskar ezen az estén is bizonyított, varázslatos érzékenységgel tolmácsolták azokat a kórus műveket, amelyek örök időkre kézenfogva járnak a mában is Csóri Sándor szellemiségével. Maga a műsor úgy készült el, hogy hát Csóri nekem is nagy kedvencem, tehát magát, a költészetét is szeretem, mint embert is szeretem, és úgy beszéltük meg a szervezővel, Bakony Istvánnal, hogy a fő témánk nekünk, amivel mi fogunk szólni, a zene és a vers kapcsolata. Ugye tetszik a szöveg és a vers kapcsolata. Miután ugyanahoz az emberhez jártunk annak idején a Pécsi Egyetemen, körülbelül ugyanazt tanultuk az irodalomról mindketten, és hát nekem is nagyon-nagyon közeli érzés az, hogy olyan verseket tudunk megzenésítve elénekelni, amiket úgy nem nagyon szoktak, vagy ritkábban szoktak. És hát természetesen beszélni szeretnék majd néhány gondolatban arról is, hogy mit mondanak a nagy zeneszerzők a szövegek megzenésítéséről. Mert azért akárkinek nem szabad hozzányúlni mondjuk egy Vörös Sándor verset, akár egy Csóri verset, vagy bármilyen máshoz. Bár érdekes módon nem tudok róla, hogy Csóri Sándor versét megzenésítette volna bárki is. A sajtó hazudhat, nagyíthat és törpíthet, a politikusok cselezhetnek, átszínesíthetik a valóságot. Az irodalom azonban rögtön belepusztul a mellébeszélésbe. Az igazságok azonban nem csak visszahúzódnak az irodalomba, hanem családi életet élve újabb igazságokat szülnek. Megtapasztalhattuk, Csóri Sándor gondolatai ma is élnek. A Pelikán Galéria idei első kiállításán három fiatal iparművész mutatkozik be az érdeklődőknek. A székesfehérvári kötődésű alkotók tárlata február 14-ig látogatható. Három varázslatosan tehetséges ifjú képzőművész mutatkozott be a Pelikán Galériában. A Tóparti Gimnázium művész tagozatának egykori növendékei a művészeti egyetemeken megszerzett diplomák után ezúttal egy közös tárlaton mutatták meg alkotói világukat. Revák Katalin számára eleve elrendelés volt elköteleződése a képzőművészet iránt. Revák István lányaként nem csak indítatást, de talentumot és elkötelezettséget is hozott otthonról. Nehezen találtam magamnak stílust, ugye édesapám is az indítatáshoz hozzátartozik, hogy ugye festőművész is, és először sokszor hasonlítottak hozzá, de azt gondolom, hogy egy picit talán el akartam tőle térni, de közben megőrizni mindazt, amit tőle tanultam.
A rajzaimban azt gondolom, hogy mindig látszódik a köztünk lévő hasonlóság és gondolati közösség, de a kerámia munkáimban inkább próbálom leegyszerűsíteni, stilizálni a formákat. Szabó Anikó textilművészként tette le névjegyét, képeinek struktúrája igazi csemege a hozzáértőknek és azoknak is, akik az egyedi, az alkalmazott technika magas szintű ismerete nélkül egyszerűen csak szeretnek rácsodálkozni egy-egy alkotásra. Itt Csókásra Mese tanított és Büki Zsuzsa. Aztán később felkerültem Budapestre, Hasányi Jánoson indult a mostani Metropolitan Művészeti Egyetemnek egy kézműves szaka, igen, és ott én a szövőszak irányra jelentkeztem, és ott végeztem Barát Hajnal és Págerdetti mentorálása alatt, és onnan nyertem felvételt a Moholy Nagyművészeti Egyetemre, ahol pedig hát nagyon sok mindenki keze alatt végigfutottam, végül Bráda Juditnál diplomáztam. Mádár Barnabás egy önmaga alkotta különleges világba kalauzol el bennünket. A szigorú szabályokat sútba dobva, vagy inkább használatba véve biztosít öröklétet tárgyainak, amelyek láttán a néző bizonnyal beleszerelmesedik a porcelán törékeny geometriájába. S hogy honnét indul? Alapvetően egy technológiai korlátból, vagyis porcelánból nem lehet nagyon nagyot csinálni, mert az anyag nem bírja el, és én meg szerettem volna nagyot csinálni. A másik meg a maga az áttörés, a technológia, ami nekem nagyon-nagyon a szívem csücske, és ez a kettő itt találkozott valahol. Az, hogy a tematika mi lett, abban meg rengeteg mindenféle társadalmi frusztráció és minden egyéb benne van. A kiállításon főként porcelánból és gyapjúból készült munkák láthatók, egy absztrahált geometrikus és egy mesebeli világ is teret kap. A tárlatot, ahol az egyedi alkotások közül akár vásárolhatnak is a látogatók, február 14-ig lehet megtekinteni. Január 22-e a Magyar Kultúra napja. A Peretta stábja, valamint a székesfehérvári fiatalokból álló értékőrzők csapata egy közös verssel készült, és ezzel emlékezik a Magyar Kultúra napjára. Radnóti Miklós. Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vadlaktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát, az gyárat lát a látcsön és szántóföldeket. Még én a dolgozót is kidolgáljátra meg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll üzem. Piros zászlók kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt a kő, de föntről a kő se látható, nincs műszer, melyen mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra, újból a béke újja, s folytott szavunkra, majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virasztó éjjel felleg.
Kedves nézőink, ez volt már a Paletta Kulturális Magazin. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban kedden este. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!